Jó. Hát a Szkíta Egyesületet azért alakítottuk, hogy találjunk egy olyan közösséget, amelyik legálisan összegyűlik, legálisan szervezkedik, legálisan programokat tart, olyan tevékenysége van, ami egybe esik azzal a törekvéssel, amit az orvosok a tisztánlátásért mozgalomban elkezdtünk néhány évvel ezelőtt. Talán emlékeznek rá, 2020-ban, amikor indult a Covid járvány az apropója, az a Covid járvány, mondanám inkább áljárvány volt, ami hát elég sok kérdőjelet vetett fel, és elkezdtünk gondolkodni, hogy miket lehet tenni az ellen, hogy ezek a dolgok ne ismétlődjenek. Aztán közben nagyon okosak lettünk a történések felhomályosították a fejünket, hogy hát itt azért nem is csak a Covidról van szó, hanem sok másról. És egyre több csontváz dől ki a szekrényből, egyre több mindenről rájövünk, hogy ez is része ugyanannak a programnak, annak a programnak, ami bennünket akar ugye kusba kötni, megnyomorítani. És ebben ugye vannak a játékosok, akik az egészet játsszák valahol a háttérben, és van a sok sakkfigura, akiket meg így rángatnak madzagon, és ők maguk se tudják, hogy miben vesznek részt. És vagyunk mi, akik felismerjük ezt a dolgot, mondhatnám itt szépen a mozgalom indulásából adódóan, hogy a tisztánlátók, de kérem ne értsék félre, nem arról van szó, hogy mi most magunkat ilyen szenteknek tekintenénk, hanem egyszerűen csak van itt valami dolog, amit meg kellett érteni, és amit meg kell mindenkinek érteni, ha életben akar maradni. Na ez a dolog, amit mi tisztánlátásnak nevezünk most, és azért alakítottuk ezt az egyesületet, hogy itt a tisztánlátók gyülekezni tudjanak, és el tudják tervezni, hogy mit tudnak hozzátenni ahhoz, hogy ez jobb legyen. Ez a helyzet jobb legyen. És ugye nagyon sokat gyötrődtünk ezen, hogy mi a helyes eljárásmód, és akkor rá kellett jönnünk, hogy nem sok minden ér valamit. Nem nagyon ér semmit a politika, mert tudjuk, hogy minden oldal ugyanarra játszik. Nem nagyon ér semmit a nagy pénz, hogyha ugye az elosztási rendszer olyan, ami. Nem nagyon ér semmit a szakma, mert hát látjuk, hogy például az orvos szakma az egy-egybe bedőlt ennek az egész áljárvány dolognak. És akkor arra jutottunk, hogy az egyetlen, ami nagyon sokat ér, amivel meg lehet fordítani ezt az egészet, ha sokan leszünk. Ez az egy dolog. Úgyhogy az a kérésem, hogy ezt mindig mindenki, aki Szkíta Egyesületi taggá válik, az vésse az eszébe, és folyton ez legyen a legfőbb világító lámpa, hogyan lehetünk többen. Mert ha sokan leszünk, akkor az a dolog, az megfordítja az egészet. Azzal nem tudnak semmit kezdeni, ha sokan vagyunk. És nem kell semmi nagy dologra gondolni, hogy akkor most mit tudom én, birkózni fogunk, vagy kiállunk az utcára, vagy földöntünk egy épületet, vagy nem tudom. Nincsen ilyenről szó, csak egyszerűen sokan legyenek azok, akik értik, hogy mi történik. Sokan legyenek olyanok, akik tisztán látnak ebben a dologban. És ebben a szellemben kezdtük el az egyesület tevékenységét tavaly év elején. Akkor voltunk 10, nagyon sokára sikerült bejegyeztetni az egyesületet, de végül is megoldódott. És akkor elindultunk, és azt mondtuk, hogy ezt meg kéne 10-szerezni minél hamarabb a létszámot, és akkor ez év elejére meg 10-szereztük, sőt már 140-en voltunk a 23 évi taggyűlés időpontjában. És akkor azt mondtuk, hogy ezt csak így lehet tovább folytatni, úgyhogy legalább meg kell 10-szerezzük a jövő év ugyanilyen időpontjára is, úgyhogy
A célkitűzés az az, hogy jövő év, tehát 24 április a májusára el kell érjük az 1000 főt. Hát ez az idea, ugye? Nem fogja senki hajtani a tagokat ostorral, hogy már pedig tegyél azért, de mindenkinek a lelkiismeretére van bízva, hogy tegyen azért, hogy a családja, környezete, barátai közül mindazokat, akik menthetők, azokat mentsük meg. Mert az a baj, hogy aki ezt nem ismeri fel, az nem menthető. Azt viszi az ár magával, az az ár, amit ezek ott a túloldalon kreáltak ellenünk. Úgyhogy amit tenni akarunk az az, hogy mindenféle jó kis taktikákat, terveket fogalmazunk meg, hozzunk létre, mondhatnám projekteket, hogy hogyan tudunk gyarapodni minél gyorsabban. És akkor itt szabadjon néhány ilyen projektet elmondanom, amiben gondolkodunk, ugye? Hát például létrehoztuk ugye a Skita TV-t, ami egy nagyon-nagyon primitív eszközökkel, nagyon egyszerű módon létrehozott valami, de a nevét azért adtuk tévének, mert szeretnénk, ha egyszer ebből nagy tévé lenne, és valóban egy független hírforrás lenne mindenkinek, aki tájékozódni akar. Mert azt látjuk, hogy a mainstream az nem független, hanem mindenki ugyanazt fújja. Mindenki le van kötelezve, minden média megkapja az ukázt, hogy mit kell hazudjon, és mindegyik ugyanazt hazudja. Úgyhogy ahhoz, hogy ezen a dolgon változtatni tudjunk, ahhoz információra, hiteles információra, független információra van szükség, és a Skita TV ennek a csírája. Nem mondom azt, hogy már, mit tudom én, óriási, meg már nem tudom, milyen technikákkal rendelkezünk, nincsen ilyen. Néhány ember csinálja lelkesedéssel, ingyen, elkötelezettségből, azzal az elkötelezettséggel, hogy tenni akarunk valamit a jobb világért. És akkor ugye a másik dolog itt rögtön beköszön, és ezt szeretném elmondani mindenkinek, hogy azon túl, hogy beszervezünk új embereket, hogy itt legyenek, de nem azért szervezzük be, hogy csak üljünk és passzívan várjuk a sütgalambot, hogy majd berepül a szánkon, hanem azért, hogy dolgozzunk. Az első, ami a Skita Egyesület tagságának a kritériuma, azon túl, hogy kitöltjük a papírt, meg befizetjük a tagdíjat, az első, amit tennünk kell, az, hogy dolgozunk, hogy teszünk valamit a közvetlen környezetünkben, abban a csoportban, ahova tartozunk, valami egyesületi nagy rendezvényen, vagy bárhol. Tehát megkeresem a munka végét, amit természetesen aktivistaként, elkötelezettségből ingyenesen végzek, és nem azért, hogy dolgozzak. Ennek ellenére nyilván lesznek olyan dolgok, amiket muszáj vagyunk fizetett alkalmazottal megoldani, de a tevékenység zöme az kell legyen, hogy mi magunk szervezzük magunkat és csináljuk. A második feltétele a tagság, vagy az egyesületi tagságnak az, hogy valamivel támogatom, amivel tehetem. Ha más nem, legalább a tagdíjammal támogatom, azért is jó, ha belépek. Ha pártolótagnak lépek be, ugye akkor nincsen ilyen direkt elvárás, hogy mennyit kell fizetni, de azért akkor is próbáljuk az erőnkhöz, a lehetőségünkhöz mérten támogatni az egyesületet. És a harmadik dolog, amit elvárunk mindenkitől, az etikus viselkedés. Az etika. Kell valami erkölcs, valami nívó, valami
olyan humán dolog legyen az egyesületünk életében, ami túlmutat azon, hogy szervezkedés, meg adminisztráció, meg hasonlók. És ez az etika. Az az etika, amit ha akarunk, visszavezethetünk a szkítákhoz, amikor is ugye nem a versenyszellem volt az uralkodó, hanem az, hogy egymásnak vetették a hátukat, és együtt védték a családot, a csoportot, illetve a legkisebbet, a leggyengébbet akarták fölemelni, és nem őt letaposni. Úgyhogy ha ennyit magunkra vállalunk, amikor belépünk, kitöltjük ezt a nyilatkozatot, akkor már is igazi jó szkíta egyesületi tagokká válunk. No, tehát visszatérve a projektekre, az egyik volt ugye a Szkíta TV, amit folyamatosan fejlesztünk, most a 45. adás van fönn, tegnap este jelent meg, 6 órakor, mindig szombaton este 6-kor jelenik meg. Na, az egyik lehetőség a munkára például, hogy leülök a gép elé, és amennyi ismerősöm van, mindenkinek küldöm a linket, hogy megjelent az új Szkíta híradó. Mert hogyha sokan informálódnak, akkor már megint tettünk valamit azért, hogy jobb legyen a világ. Aztán a Szkíta TV az ugye szeretne szépen fejlődgetni. Most ugye vagyunk 1, 2, 3, akik csináljuk, de most már ugye például bemondó is lesz hamarosan még egy, akkor én lehet, hogy egy kicsit hátrább tudok vonulni. Aztán szeretnénk ilyen riportokat, interjúkat csinálni egyre többet, hogy bővüljön a repertoár, amiben az ember tájékozódni tud, illetve jó minőségű filmeket, amit megcsináltak. Ugye magyar film eddig csak egy van, amit a Gödény Jonatán csinált, ez a... Mi a címe? A két hét? Mi? Két hét. Igen. Már csak két hét, nem? Már csak két hét. Igen, tehát ugye tudjuk azért, az is egy jó film, de most már egyre több jó filmet csinálnak nyugaton is. És ezeket szeretnénk lefordítani, hogy mondjuk, mit tudom én, a család valamit meg akar este nézni, ne a hülye mozit meg a Netflixet kelljen nézni, hanem akkor legyen egy olyan film, ami élmény is, meg ami aha, szóval egy olyan élmény, hogy az ember valamire rájön. Tehát ilyeneket is szeretnénk. És sok más tervünk is van, nem akarok erre elmenni, inkább keresem a következő projektet. Ugye a következő ilyen projektünk például az, hogy rendezvényeket szervezünk. Nagy rendezvényünk volt a MOGY, Magyarok Országos Gyűlése Ópusztaszeren augusztusban. Nagyon jól sikerült, nagyon jó előadások voltak. Ezeknek az előadásokat felrakjuk szintén a Szkíta TV-re. Erzsi sokat videózott ott, és segített, hogy ezek fölkerüljenek. Bárki meg tudja utólag is nézni. Azt gondolom, hogy a mai rendezvény is egy ilyen jó rendezvény lesz, amiben pedig egy új témával foglalkozunk, ez a gyerekkori oltásoknak és egyáltalán az oltásoknak az ügye. Ez nagyon sokunkat érint, hiszen törvényileg köteleznek minden családot arra, hogy a gyerekeit egyre növekvő számú oltóanyaggal beoltsák, miközben semmilyen nyomon követése nincsen annak, hogy valóban ők egészségesebbek lesznek-e, vagy éppen betegebbek. Ezeket a dolgokat olyan módon tudjuk elképzelni, apró lépésekben tisztázni, hogy először legalább azt lehetővé kéne újra tenni, hogy választható legyen ez az oltás, vagy bármelyik oltás. És semmiképp nem az a helyes, hogy egyre újabb és újabb, egyre több számú oltásokat erőltetnek, kényszerítenek ránk. No, tehát ez a téma a következő, amivel foglalkozik az Egyesület, de nagyon sok más is van. Ugye kirándulásokat szervezünk, aztán lesz egy WHO-val szembeni demonstráció, amit szervezünk november 5-én, ami
ugye arról szól, hogyha ezt a WHO dolgot nem tudjuk a magyar állami szándék befolyásolásával leállítani, akkor ez rendkívül hátrányos lesz mindenki számára, tulajdonképpen rabszolgasorsba kerül a magyar ember. És ez nem vicc, ez nem utópia, hanem nyilvánvalóan kényszerítést akarnak végrehajtani. Azt akarják, amit a Covid időszak alatt, csak immáron nem csupán propagandával, hogy maradj otthon, meg kössél maszkot, meg nem tudom mi, hanem hogyha nem teszed, akkor lecsuknak, elvisznek egy táborba, és minden módon, és akár kényszerrel beoltanak. Tehát ezeket a dolgokat, és nem lesz semmilyen bírósági jóvátétel, mert abban a pillanatban, ha ezt így, mondd István, ha valami fontos. Sziasztok! Igen, kell nekem 5 ember, aki segít felhozzani a könyveket a parkolóba, azért telefonálok szintén, hogy valakit hívjetek rá. Azt a... Szóval nem lesz senki, aki segíteni tud. Tehát ha ezt most hagyjuk, akkor olyan mértékben elharapózik ez a dolog, hogy elviszik a lehetőségét is a szabadságot. Tehát ezügyben is kell sokat tenni. És hát sok minden más projektünk is van. A lényeg az, tehát például még azt az egyet elmondom, ugye, hogy sejteket szeretnénk szervezni országosan. Hogy legyenek közösségek, akik össze tudnak találkozni akkor is, ha baj van. Ha mondjuk leállítják az infrastruktúrát, mert ez is könnyen elképzelhető, vagy lezárják a bankokat, vagy mit tudom én, elzárják a vizet, vagy bármit. Tehát lehetnek olyan nehézségek, amiket nem tudunk most elképzelni, de hogyha egyedül leszünk, és ez a legfőbb probléma, ha egyedül maradunk, akkor nagyon könnyen levadásznak mindenkit, aki más gondol. Ha sokan vagyunk, és közösségekben vagyunk, akkor ez nem fog menni. Tehát a Szkíta Egyesület egy gyűjtőkosara is azoknak a közösségeknek, akikben megfogalmazódik ez az összetartozás szükségességének érzése, és azoknak a közösségeknek is, amelyek most fogalmazódnak meg a Szkíta Egyesület tagjainak a fejében, hogy én itt lakom, mit tudom én, Sárváron és a környezetemben meg kell csinálni egy közösséget, kik azok, akiket be tudok léptetni, kik azok, akikkel össze tudok fogni. És nem feltétlenül arról van szó, hogy mindenki Szkíta tag kell legyen, hogyha van egy jól működő másik közösség. Legyen akkor az, de működjön. Annak nincs semmi értelme, hogy azt mondja, hogy de hát én már EMIT tag vagyok, és már csinálom, ha nem csinál közben semmit, csak mondja, hogy csinál. Tehát a Szkíta Egyesületben mi minden áron azon törekszünk, hogy itt történjenek dolgok, hogy összefogjunk, és létrejöjjenek ezek a kis közösségek, és ez egy országos háló legyen, és ezügyben vagyunk most itt, és akkor elbeszéltem egy 20 percet biztosan, és akkor megszólítom a társaságot, hogy kik azok, akiknek esetleg gondolatuk vannak, hogy kezdjünk el beszélgetni erről. Ugye a legfőbb tennivaló az ezeknek a sejteknek a létrehozása, és esetleg majd később ugye az önkormányzatok létrehozása, amik szintén elindultak. Tudjuk, hogy Veszprémben van egy, Győrben létesül a következő, és több helyen tervezik még. Ezek az önkormányzatok még jobbak lesznek, mint az egyesületi forma, de az egyesület kell, mint ernyő az egész köré, hogy elinduljon. Na, akkor hallgatom, hogy kinek van hozzászólása. Igen. Egy keresztnevet kérek. Hogy? Miriam, igen. Itt nem hallunk. Szia. Picit hangosabban is, hogyha fölállsz.
Igen. Gyere ki, ide közelebb, jó? Akkor venni is tudom. És ott van még az a zöld karszalag, azt mondjuk így el. Gyere ide közelebb. Igen. Én tulajdonképpen arról szeretnék beszélni, hogy nagyon sok minden, ami az anyagi dolgokkal foglalkozunk. Na jó. Nem tudok hangosabban. Egy mikrofon. Hosszabban nyomjál, Józsi. Igen, azt mondták, hosszan kell nyomni. Most jó. Aha. Én azt gondolom, hogy a szkítáknak kétféle dolog az, ami nagyon fontos lenne. Közelebb a mikrofon. Foglalkozunk a napi dolgokkal, az anyagi dolgokkal, de van egy háttér része is a dolognak. Nevezhetjük el kölcsének is, de nevezhetjük valamilyen szinten spirituálisnak is. És itt most ne mindenféle ilyen gagyi dologra gondoljatok, hanem arra, hogy például hogyan fogalmazunk, hogy pozitívan fogalmazunk, hogy ne az legyen, hogy ezt nem akarjuk, hanem igen, azt szeretnénk. És nem harcolunk valami ellen, hanem valamiért. A békért harcolunk, a jogainkért harcolunk, a gyerekeinkért harcolunk, és gyakorlatilag van, hogy ez legyen egy ilyen másik irány az Egyesületben. Nem tudom másképp mondani, hogy egy kicsit spirituálisabbak legyünk. Tehát egy kicsit gondoljunk arra, hogy a szkíták is hittek benne, hittek a fényben, hittek abban, hogy megkapják a segítséget. Én egyet tudok elmondani. Én hiszek a teremtőben, semmilyen vallást ne legyünk figyelembe, magában a teremtőben. És mindig, amikor bajban vagyunk, és de ez meg egy megpróbáltatást is jelent, tehát amikor lemegyünk a gödör mélyére, én azt szoktam mondani, és ott elkezdünk megkapírdálni, és annyira kétségbe esett az ember, de még mindig hisz, és elviszi, hogy a teremtő segíteni fog, akkor segíteni fog. Legalább 20 történetet tudnék az életemből elmesélni, de ennek nincs értelme. Viszont próbáljunk úgy gondolkozni, és ne próbáljunk tegyük, mert a próba az mennyiségeltelen. Gondolkozunk úgy, hogy igen, nekünk sikerül, márpedig sikerül, márpedig meg fog történni, amit mi akarunk, és ezt lendületen még, hogyha nagyon nehéz a helyzet, akkor is úgy gondolkozunk, igen, ez sikerülni fog, és igenis meg fogjuk tudni csinálni, és igenis nekünk mellettünk a teremtő igazsága, ami nagyon fontos, és ezért fog nekünk sikerülni. Körülbelül ennyit szeretném. Köszönöm. Köszönöm szépen. Annyit tennék hozzá, hogy ennek van tudományos háttere is. Biztos hallottak már sokan a pozitív gondolkodásnak az erejéről, ugye, aminek az a lényege, hogy ha az ember mindig a rosszra koncentrál, a rosszat feltételezi, a rossz jövőt látja, akkor nagyobb eséllyel az fog bekövetkezni. De nem olyan nagy eséllyel, hogy az elnyomná a jót, a pozitívat. És erre vannak ilyen gyakorlatok. Én szoktam a negatívan gondolkodó pácienseimmel csináltatni. Fölírja az ember előre, hogy mi az, amitől fél. És akkor fölírja azokat a dolgokat, hogy annak milyen bekövetkezése lesz, hogy kidurran a gumim, nem érek oda, hogy beszorul az ajtó, hogy a nem tudom micsoda, és akkor ezt mind felsorolja. És akkor azt mondom neki, hogy akkor írd a következő oszlopban, meg írd föl, hogy erőltesd meg az agyadat, hogy milyen lesz, ha jól sikerül. Akkor azt is fölírja. És innentől kezdve nincsen más tennivaló, mint kivárni azt az egy hetet, egy hónapot, amikor a dolog bekövetkezik, és akkor kipipálni azt, hogy melyik verzió jött be. És azt
figyelhető meg, és erre van a tudományos megfigyelés, vagy a vizsgálati eredmény leközölve, az figyelhető meg, hogy döntő többségében mindig a pozitív jön be, akkor is, ha ő negatívra gondol. Tehát érdemes arra gondolni, mert az ember fölösleges megmérgezze magát a félelemmel. A félelem viszont ugye mérgez. Ezt használták ki a Covid cirkusz alatt is. Doktor úr, szólhatnék ehhez hozzá? Igen. 12 éves lányom. 12 éves lányom, aki megtanított teremteni. Amikor én itt lent vagyok, akkor ő azt mondja, anya, teremts, varázsolj. Tehát figyeljünk oda a gyermekeinkre, mert tanító lelkekként jöttek ide. És nagyon nagy, én most nem akarok belemenni, de én látom, hogy az a gyerek többet tud, mint én. Mert én a kommunizmusban nőttem föl, 66-os születésű vagyok, és szerintem a Jóisten nagyon sok fénylelket küldött ide segítőnek, és ezek a gyermekeink. És mi meg magyarok, maxórók vagyunk, mi mágusok vagyunk. Tehát a mágus az mindig oda lett küldve, hol baj volt a világban. Visszamehetünk hőseinkhez, hogy a magyar mindig a kialakító volt. És minket mindig így elaltattak, hogy ne tudd meg magyar, hogy ki vagy. Igenis tudjuk meg, hogy kik vagyunk, legyünk méltók ahhoz, hogy magyarnak születtünk. Az két a őseinket, mindenkihez legyünk méltóak. Én most azért értem szót, mert itt a teremtésről volt szó, a pozitív teremtésről, és a gyerekeink hazajönnek az iskolából, és azt mondják, anya, ez hülyeség. Hát lefoglalják az agyunkat, azt mondja, milyen műszakot lehúzunk. Én most a 12 éves lányomat tolmácsolom. És azt mondja, gyermek megőrülve be a óvodába, iskolába, hogy menjen el a szülő robotolni, addig a gyerek ott lesz rabszolga képzőbe, mert az agyát lefoglalják, és most mi a 12 éves, 13 éves gyerekekért is vagyunk itt, akiket egészséges tudattal, szellemmel vannak, és le akarják oltani, mint a kutyákat, az állatokat, hogy nehogy megnyíljon bennünk az a tudás, amiért a Jóisten ide küldte őket. Úgyhogy ez tudatos ellenünk, magyarok ellen, és nézzük meg a történelmünket is, hogy miért volt olyan véres, mert minket mindenhol magyarokat el akartak tenni lábalól, hogy ne tudd meg magyar, hogy ki vagy. Tanulom vele a történelmet, és mondom, édes kicsikén, még adok egy hozadékot, most pont a hunyadiakat tanulják. És azt mondja, anya, én tudom, tehát így nézzük a gyerekeinket. Nagy tudású lelkek, a Jóisten ide küldte őket közé, és védjük meg a gyerekeket. Nekem is veszőparipám az, amit Miriam most itt ugye kihangsúlyozott. Mint egykori református lelkipásztor szoktam ezt is elmondani, ezt nem túl sűrűn emlegetem azért, de a semmiből hoztuk létre a közösséget. Semmiből hoztuk létre szinte a közösséget, és mindenki 100 millió húzt létre, csak pénzben az épületre és minden egyéb dolgaira. Ha ezt a világ végén meg lehet csinálni, érte? Akkor hogy ne lehetne megcsinálni az országhoz szervezetet? Különféle pontjait Magyarországnak és akár a világnak egy idő után. Tehát én is szeretném ezt erősíteni, és mindig is szoktam, azt így emlékszem, hogy figyeljünk oda a szavainkra, de még előtte állítsuk át az agyunkat arra, hogy nem veszes. Hittel beleállni, és lesz rajta állás, mindig hittel. Egyébként itt még azt szoktam figyelni, hogy emberek nagyon állatnak tanítva szerintem, hogy úgy fogalmaznak, és most egy kicsit gondolj még magadon, hogy vagy közé tartozol el, vagy a környezetedben esetleg valaki figyelmeztetni kell rá, hogy úgy fogalmaz, hogy az a baj. Az a baj, az a baj, hogy és már is mit felnek. És innentől kezdve ne csodálkozzál az életet fel a bajokkal, mert te megtelenítetted. De egy picit tovább szeretnék menni, nekem igazából az az álmom. Tudom, nagyon sok gondolat történik vallásos szinten a világban, de és én ezt talán is írom, és történik így már. De nekem valahol az ebben az álmom, és nem tudom, mennyire lesz majd erre lehetőség, hogy mi az. Mert Miriam is egy eszélés, mert pásztor volt, elmondhatom. Én református lelkipásztorként dolgoztam, hogy talán létrehozhatunk majd azt a spirituális
kiérdezni, hogy ez fontos, hogy, hogy komolyan kérjük adott kurványra az állást, a segítséget. Vagy hogy valaki úgy gondolja, hogy neki volna szüksége valamifajta olyan elbeszélgetésre, és nem bízik valamelyikünkben, akkor, hogy erre is nem csak esetleg orvosira legyen lehetősége, hanem lelki szellemi támogatásban is védettségben egyébként, mert ugye megtudjuk azt, hogy amit elmondunk másik embernek, mint az azonosítás is van, ugye nem mondok tovább. Tehát ott marad nálam, és a Istennel. És megpróbáljuk megoldani. De ezt csak így zárványban egyelőre, nekem van egy ilyen hidegetett állam ebben a közösségben, aztán hol látjuk, hogy ilyenhez fogjátok, mennyire van rá szükségetek. Tényleg van egy másik, ami szintén előkerül, a gyermekeim. Most még ugye mondjuk is tapasztalatok, hogy nem volt sok gyerek, tehát igazából készültünk, olyan készültünk gyerekeket, de egyedülre nem volt olyan szintű gyerek, akikkel olyan kellett volna foglalkozni, de én úgy vagyok vele, főleg azt, hogy a szülői részt elindítjuk, hogy valószínűleg eljöttünk gyerek lesz, és nagyon olyan elkező gondolkodunk azon, hogy a gyerekekkel való foglalkozásunknak is ide beleillesszük, és már csak azért is, mert a következő generáció is. Én nagyon örülök, hogy ilyen példát hallottam, mert egyébként az én kislányom is egy nagyon okos, nagyon tehetséges kislány, tehát látom, hogy milyen kapacitás lehet a belegőben. Tehát sokszor tényleg meghallom előtt a magamban, mert nagyon komoly küldésre jöttek a korábban, és én viszont sok gyerek így jött most ide, sok generációban is nagyon sokan így jöttünk már le. A dolognak az a lényege, hogy ugyanakkor meg azt is látom, hogy mi mindent teszünk ellen. Tehát nagyon ügyesen fölismert a kislány, hogy ő egy megőrzőbe, meg egy orvárkosabb jár. Az én gyerekem is halálosan tudja, és boldogtalan tőle. Tehát komolyan a legtöbb gondolkodik, hogy boldogtalan, hogy gyermekeink ezekben a rendszerben, ahol őket tőle teszünk. Gyakorlatilag tőle teszünk. És lehet, hogy intézményeket is létre kellene majd hoznunk a számukra, akkor lehet, hogy nem is intézményeket, hanem közösségeket, ahol a tehetsége és az érdeklődése szerint ő valami olyan tanul, azzal foglalkozik, amire ténylegesen szüksége van, és ami őt kibontakoztatja, és nem eltiporja, és nem leszedálja, és nem kockásítja, és nem versenyezteti. Mert erre is megtanítják őket, hogy versenyezzen a másikkal. És ez a verseny és kormány szellemi, meg az anyagi az gondolkodás. Tehát szerintem ez túl dominál, ahol a köztesznek, illetve nem veszik be arra, hogy ez az írvizatos internet leugalás, amikor bele vannak nyomva. Szóval ez az én szívem, és ezért tudtam föl, hogy lehet, hogy van az életben, hogy ennek is el kellene lépni. Köszönöm. Az a kérésem. Azért vagyunk ma itt, hogy én beszkenneltem ennyi orvosi iratot egy kislányról. A hatósági levelezés legalább ugyanennyi, kb. 50 oldal. És nem lehet érvényt szerezni annak, hogy az oltóorvos és az iskola igazgatója ne oltsa le a gyereket. Ezért vagyunk ma itt, hogy ennek érvényt szerezzünk úgy orvosilag, mint jogilag. És köszönöm, hogy eljöttetek. Tudom, de hogy miért van az egyesület? Jó. Azért... Mert az a közösség lesz az. Szóval az lenne a kérésem, hogy minél több gyakorlati ötletet mondjatok, hogy ki mit kezd el csinálni, vagy mi az, amiben már benne vagy. Tehát azt elmondom ehhez, hogy van ez a mentorrendszer, amit létrehoztunk. Annak az a lényege, ugye, hogy legyenek olyan személyek, akik inspirálják ezeknek a közösségeknek a létrejöttét, és ahhoz 11 ilyen mentor elnökség jóvá hagyott, illetve kinevezett,
és a 11 mentor így az országosan lefedi a területeket, és akkor mindenkihez az adott területnek a közösségei tartoznak. Most, hogyha ezt valaki nem tudja, hogy az ő mentor aki, akkor kérem, hogy kérdezze meg a valamelyik elnökségi tagot itt, és akkor ők segítenek kideríteni. És az lenne a jó, hogyha senki nem lenne egyedül, hanem már elkezdene egy közösségben gondolkodni, vagy ott az adott területen. Én például Bács megyében ténykedem, és azt már tudom, hogy Bács megyében van több közösségünk már. Tehát van Kiskunfélegyházán, van Kecskeméten, van Szabadszálláson, és akkor tudom, hogy még máshol is alakulnak, és ezeket ugye majd próbáljuk időnként össze is hozni egy nagyobb csoportba, de ugye a helyi közösségek is szépen alakulnak, tehát például itt vannak a Szabadszállásért, és ők szervezik, ott voltunk le nem régen, és ugyanez van Kecskeméten is, hogy ott is egy jó kis közösség van, és ők elkezdenek gondolkodni azon, hogy mit tudnak tenni gyakorlatban. Tehát az a kérdésem, hogy ehhez kapcsolódóan van-e valamilyen konkrét ötlet, javaslat, kérdés. Az a kérdésem, hogy aki hozzászól, az próbálja meg egy percben, vagy maximum kettőben elmondani, jó, hogy mindenkire jusson, meg végig jussunk a témában. Egy perces lesz. Tegnap kaptam ismerőstől, hogy Pásztor Szkíta önkormányzat. Tehát én azt már tervezem, hogy ott belépek, mert Mátra szülősi vagyok, Pásztor közelsége. Akkor itt is be kell lépnem, és ott is, vagy hogy van ennek a formája? Igen, tehát az önkormányzat és az egyesület az két különböző jogi személy. Ahogy az elején elmondtam, hogy az egyesület az egy ernyő szervezet valamennyi önkormányzat számára. Ha lesz egy országos önkormányzat, akkor az szintén át tudja venni ezt az ernyő szerepet, de egyelőre az még nincsen. Most egyesületünk van. Ez egy országos egyesület, és ahol helyileg kinőnek az önkormányzatok, azok jogi személyként különböznek az egyesülettől. Tehát mind a két helyen jó, hogyha az ember tag, hogyha ott lakik azon a területen. Az önkormányzat az annyiban különbözik az egyesülettől, hogy ott intézmény alapításra, különböző helyi jogszabályok kiadására is van lehetősége. Az egyesületi ugye ilyen jogokkal nem rendelkezik, ezért itt a munka és a tevékenység az, ami a domináns. Hát én azt javaslom mindenkinek, hogy egyesületi tag legyen, és hogyha ott alakul, vagy már megalakult egy önkormányzat, akkor ott is legyen tag, és akkor próbálja a két dolgot összehozni úgy, hogy kapcsolódjon az egyesület az önkormányzathoz, mert ez a célunk. Nem akarunk külön egységeket, meg semmilyen harcot, vagy ilyesmit nem akarunk. Ezek harmonikusan egymásba fognak kapcsolódni ezek a testületek. Jó. Van valami más? Igen. Szerusztok, én Hamaszekné Bodogán Andrea vagyok, és a Győr-Moson-Sopron vármegyei Szkíta önkormányzatnak a képviseletében vagyok most jelen. Ugye Győrben már a szeptember 30-án megalakult. Győrben szeptember 30-án megalakult a Győr-Moson-Sopron. Arra tudom, hogy mindenkit, hogy csatlakozzon hozzánk. Én az önkormányzati tagsággal kezdtem, és most ugye már találjátok az egyesületi tagságot is, mert én úgy gondolom, hogy maga a szellemi háttér, ami emögött van, és az a pozitív dolog, amiért mi összefelünk, az nem egymás ellenés, és nem széthúzást, hanem éppen az összefogást kell, hogy szolgáljon. És mi is azért hoztuk létre az önkormányzatot körben, illetve a Győr környékét, hogy védjük a gyermekeinket, hogy ők vannak. És nagyon fontos, amiket mondtatok, hogy elsődleges feladatunk az új védelmet. És
Van még olyan valaki, aki más önkormányzat alakulásáról tud, vagy ami elindult itt a jelenlévők között? Krisztina mondta, hogy elindítjátok a Budapestit, vagy kezdeményezni szeretnék, akarsz róla beszélni? Beszéltem a Magyarországról, meg is beszéltünk időpontról, megyek hozzá november 3-án, és ő minden segítséget megad, hát szeretnék megállítani a testvérei jogkormányzatot. Úgyhogy én ezt vállalom. Köszönjük szépen. Hol vannak még olyanok, akik ma valamilyen sejtbe tartoznak már? Tehát hol működik valami sejt? Ugye vannak a szabadszállás érkezettől? Ketten vagytok? Igen. Ketten vagytok itt? Hol vannak még olyanok, akik már valamilyen sejtbe tartoznak? Igen? Hol? Honnan? Budapest? Hogy? Krisztinához tartoznak, igen. Szélvából mi is a Pásztóiba már benne. Igen. Van olyan még, aki valamilyen csoporthoz már tartozik? Nincsen? Azt jelenti, hogy a többiek mind magányos parkasok. Vagy nem tudják, hova tartoznak. Hogy? Vagy nem tudják, hogy hova tartoznak. Ha nem? Tehát akkor ez egy jó alkalom, hogy ezt így mindenki megfontolja, hogy én egyedül van. Hogy mit lehetne tenni, hogy a saját közösségével létrejöjjön egy ilyen csoport. Mert ahogy mondtam, az egyedül lévőket nem kellene kezdeni. Egyedül lévők nem tudnak ki ezt hozzá. Ha egyedül vagy, még a belépés az kételkes ügyetben, nem tudsz oda, hogy már nem tudnak kapcsolatot. Ezeket meg kell gyakorolni. Tehát ez nem olyan, hogy majd amikor kikapcsolták az áramot, és nem megy a víz otthon, amiatt, vagy bármi más katasztrófa van, hogy akkor gyorsan előkapom a listát, és majd valamit fölhívok. Hát ha nincs kapcsolatod, ha nem ismered, nem tudod, hogy hol van, lehet, hogy telefon sincs már éppen akkor. Tehát ezt be kell gyakorolni, azért kellenek a sejtek. És ahhoz, hogy sejtekbe tartozzunk, azt el kell kezdeni valamit.
ezek a találkozások, ezek jó alkalmak arra, hogy egymással találkozunk. Hogy keressük a kapcsolatokat. Te honnan vagy? Aha, az csak 20 kilométer tőlünk oda, el tudok biciklizni is. Szóval ezeket a dolgokat próbáljuk tudatosítani, írjuk össze a környezetünkben lévőket, beszéljünk meg valami találkozót, akár rendszeresen, akár egy következő alkalmat, és akkor jöjjönnek össze ezek a kis csoportok. Legyen egy felelős a csoportból, hogyha már összejött, ha vagyunk 10 vagy 15-en, akkor legyen valaki, aki tartja a kapcsolatot mondjuk az egyesülettel, vagy aki esetleg lekér valakit, hogy segítsen, esetleg látogassa meg, és tartson előadást, vagy beszélgessen velünk, és így tovább. Értjük? Jó? Tehát, hogy próbáljunk közösségeket szervezni, az a legfontosabb. Belépni az egyesületbe, és utána a helyi közösséget alakítani. Na, van-e bármi mással kapcsolatban, így az egyesület tevékenységéről, vagy az egyesület életéről kapcsolatban bármi kérdés, hozzászólás? Honnan jöttek valami infót hadd kapjak, merre jöttek? Pásztó. Aztán mondtam, hogy ezt a linket, hogy a TV-nek a linkjét
bármilyen külön. Mindig vannak jó húzó hírek abban a híradóban. Lehet például arra fölhívni egy levélben a figyelmet, hogy nézd meg most, milyen mérgező anyagok vannak a oltásokban, a gyerekkori oltásokban. Mert az most például elmegy. És hasonló hírek mindig vannak valami különleges, vagy például a Bobby professzor nyilatkozik most fontos témákról szintén a híradóban. Vagy például a háború, hogy milyen értelmetlen kirátást tanulja most az izraeli palesztin háború, de az ukrán-orosz háború, és ott is mindig van egy-egy hír, amit le szoktunk tenni. Nem azért, hogy valamelyik oldalra álljunk, hanem azért, hogy azt is leletezzük, hogy a háború propagandája az is ugyanaz a merénylet, amivel most a oltóanyagokkal próbáltak bennünket húsba kötni, vagy megbetegíteni. Igen? Szeretnék egy szkidalkintást javasolni mindenkinek. Tényleg, hogy én is elmentette, élelmi fölösségünkhoz és a szabadság és a gyermek szabadságról van szó. Azt szeretnék mindenkinek kérni, hogy az a különleg, hogy minden szkidalkintást fog kapni, hogy tudjál az ország különbségű cseréket. A polgárnak pedig van az, hogy figyeljen az országnak, figyeljen el, hogy mindenkinek aláírva, a képviselőt mindenféleképpen tudja, ez egy olyan aktivitás, amit hozzá kérjük, hogy csinálni segíteni. Igen? Visszhangos, nem tudom, hogy milyen lesz a felvétel. Hogyha ilyen távolságról beszélek, akkor nem tudod. Szerintem így lehet érteni, nem? Én például a Zsuzsit most nem értettem. Nem értettem. Akkor nem az úgy. Azt a következő skitaaktivást javasoldám mindenkinek. Mindenki fog kapni egy mintalevelet. És azt szeretném kérni, hogy mindenki küldje el az országgyűlési képviselőjének aláírva, hogy ez minél nagyobb számba érkezzen, mert ha egy levelet küldünk, vagy kettőt, annak nincs hatása. Igen. Ha minden képviselő kap 10-20 levelet, akkor elkezdek gondolkodni róla, és elkezdek beszélgetni róla. És ez az egyedüli mondja, hogy hát abban én nem reménykedem, hogy kilépünk a WHO-ból, de hogy ne írják alá a pandémia szerződést. Levelet. Igen. Ezt kértem most, ha én mikrofon nélkül átvegyük. Hiszen 11 ország eddig nem írta alá. Azt akkor elején még rá segítek, hogy ez egy nagyon fontos program. Szerintem nagyon jól sikerült ez a levél, amit megfogalmazott a csapatunk, és most fönt van már az orvosok a tisztánlátásért oldalon. Ott meg kell keresni ezt a WHO-ból való kilépésről szóló... Hírlevélben menjen körbe. Hírlevélben menjen körbe minden. Ki fog menni majd a Kinga? Segít ebben. Itt vagy? Itt van. De ott vagy, igen. Hogy ezt a levelet kiküldjük minden tagnak. De mondom, fönt van most a weboldalon is már, és ez a lényege. Ezt kell megérteni, hogy ez egy olyan akció, ami nem egy ilyen aláírói, hogy aláírogatunk, mert az kétséges, hogy abból mi lesz. De az, hogyha írunk 10 darab olyan levelet funkcionáriusoknak, parlamenti képviselőnek, miniszternek, köztársasági elnöknek, vagy bárhova, és mondjuk ezt megcsinálja 500 ember, annak lesz foganatja, mert ő nekik muszáj válaszolni mindenre, és hogyha eldugul a rendszer, akkor azt ők érzékelni fogják, hogy itt valami nem stimmel. Ajánlva, igen, ajánlva, vagy térti bevényesen kell tanulni. Térti bevénnyel inkább, nem sokkal drágább, 1300 forint térti bevénnyel egy levélnek a feladása, és akkor vissza is érkezik, hogy mikor és ki vette át.
Ezt akkor így gondoltam. És ezt például, hogyha beszkennelitek, akkor föl lehet majd rakni a netre, hogy ennyi levél ment ki, várjuk a válaszokat. És akkor többen figyelnek oda rá, hogy tényleg jönnek-e a válaszok. De én azt tudom, hogy ide most, mert akkor hát, az a hangfal nem szól. Melyik hangfal? Itt nem szól. Csak a hátsó hangfal. Igen, talán hátsó hangfal. Aha. Na majd ez az ember kell, hogyha jön. Ez a technikai ember. Jó. Akkor majd mondjuk neki, hogy... Tehát ezek a hangfalak itt elő nem működnek? Nem, nem. Csak a másik. Na, jó van. Szóval nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek erre a kis bevezető beszélgetésre. És akkor most az lesz a menetrend, hogy ki kell menjünk a teremből, mert ugye a délutáni előadásokra beléptetés van, csak a jelenkezettek jöhetnek be. Van egy kis részvételi díj is, ugye? István, 2000 forint vagyunk. Igen, 2000 forint. Azt kell befizetni, karszalagot fog kapni mindenki. 3-kor kezdődik a délutáni program. Kérem, hogy jöjjünk vissza pontosan 3-kor már itt üljünk benn, mert szeretnénk, hogyha nem csúsznánk. Elkezdjük időben. Jó. Üdvözlök mindenkit, szervusztok! Csak annyi kérésem lenne, hogy mikor kimerünk, ugye alapból 2000 forint adományt kértünk most ugye a WHO tüntetés miatt támogatása, tehát eddig 1000 forintot szoktunk, aki dobozba dobni, most 2000 lett. Viszont aki 5000 forintot tud bedobni, az fog kapni egy ajándékkönyvet, aki 10000-et, az pedig 2 darab ajándékkönyvet, az egyik a Covid ület, a másik a korrupció esetesen könyv. Belépéskor ezt tudjátok kérni. Most viszont ugye mindenki kapni fog egy karszalagot, úgyhogy csak azért kell kimenni, hogy kipipáljuk a neveket, és már ezt is visszajönni, jó?